Petőfi Sándor élete során többször járt a régi Nagy Palócföldön, köztük kétszer Balassa gyarmaton is átutazott, ahol megnézte az akkoriban épülő börtön épületét és a vármegyeházát. Útjai során is a szabadságot hirdette. Palócföld a mai napig híres a mélyen gyökerező népi kultúrájáról. Az ott élő emberek számára fontos, hogy most is tovább örökítsék a hagyományokat. Öltözködésük, a palóc népviselet díszes és csodás darabjai a világ minden részéből érkezők számára különleges látványt jelentenek. Vannak olyan települések, ahol az idősebbek még most is hétköznapi ruházatként viselik a sok helyen már csak emlékként őrzött darabokat. Palócok ugye az egyik legnagyobb magyar néprajzi csoport, és a sok régi kulturális jelenséget éltetett, őrzött meg, és hagyományoz ránk, meg a reméljük a jövőre is. Hát az egyik, a palócokról szokták mondani, hogy a istenes palócok, tehát hogy igen vallásosak, másrészt pedig a kiváló faragók, a férfi emberek, és a pompa kedvelőek, a nők, mert hogy a viseletük az olyan szép cifra, főleg az ünnepi viseletük. Petőfi Sándor többször járt errefelé. Úti feljegyzéseiben leírja, hogy az 1845-ös barangolása során, amikor Losoncról Balassagyarmat felé haladt, megtalálta a legszebb főkötőt, amin elcsodálkozott, és azt mondta, ha megnősül, innen fog hozatni fejkötőt a feleségének. Van a tarajos főkötő, ami ugye több színbe létezik, van benne ugye a sötétebb, a világosabb színű bőjtökre, meg idősebbek is már amikor hordták. Aztán a díszítése meg úgy van, hogy azon is lehetett látni, hogy ki milyen jó módú. A szegényebbeknek kevésbé volt díszítve, a gazdagabbaknak meg minél több gyöngyel, szallaggal, csipkével voltak díszítve. Az a jellegzetessége, hogy ez gyöngyös, ez nagyon gyöngyös, ezen sok gyöngy van, ezen már van csipke, meg ilyen virágok. Petőfit is ennek a kiegészítőnek a díszessége ragadta el. A költő úti jegyzeteiben többször említi a palóc embereket és a felvidéket, mint Magyarország egyik legjobb, legszebb részét. Talán ezért is gondolta úgy, hogy még egyszer visszatér. Palassagyarmaton a vármegye központjában 1845-ben és 47-ben is járt. Ezek az útjai baráti látogatások voltak. Találkozott például a Népi Nemzeti Irodalmi Irányzat egyik ismert képviselőjével, Tompa Mihállyal is, de főként a mindennapi élet forgatagát kereste. Palassagyarmatra Losonc felől érkezett. Nagyon későn érkeztek, tehát úgy írja Petőfi, hogy éjfél tájban érkeztek meg Balassagyarmatra, de még zajlott az élet gyarmaton, leírja Petőfi azt, hogy a kocsmákból a kúrjongatást, a zeneszót még hallotta. Petőfi azt is megjegyzi, és hát ugye ismerjük Petőfi verseit, tehát hogy hazánknak a természetföldrajzi csodáit is nagyon-nagyon szerette Petőfi Sándor, de leírja azt, hogy nagyon szerette ugye az embereknek a nyüzsgését és a vásári forgatag az pont egy ilyen volt, úgyhogy másnap el is ment a balassagyarmati vásárba, és nem csak a vásárt látta, a vásári sokadalmat, hanem a mai is álló vármegyeháza épülete, akkor ugye egy nagyon friss objektum volt tulajdonképpen, hiszen 1832-35 között készült el. Úti jegyzetéből megtudjuk, hogy hamar továbbállt. Felkereste a környékvár romjait, mint a szabadság küzdelmeinek erekjéit. A szabadság elkötelezett híveként mindenről tudni akart, és személyes élményeket gyűjtött hite megerősítéséhez. 1845. évi felvidéki felső-magyarországi útján eperjesen időzött több mint egy hónapig barátjánál, és akkor Sáros váromjait fölkereste, úgy kereste föl, hogy ez Rákóczi ősi fészke, és hogy ne keresném meg valami rokonomat, ha csak szerét ejthetem. Tehát, hogy számára a szabadság az lelki kötelék is, és ilyen értelemben rokonának tekintette, nem vérszerinti, hanem szellemi lelki rokonságban lévőként tekintette II. Rákóczi Ferencet, akiről a 48-as törvényes márciusi-áprilisi forradalom idején verset is írt. Petőfi máig tartó ismertségét és elismertségét költészete mellett talán éppen az országjárásai alapozták meg. Útja során nem csak meggyőződött a magyarok hazaszeretetéről, hanem maga is merített belőle, és tovább vitte, hogy képviselje az ott élők vágyát.